Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a vasárnapi agyhalálban ismételten. Egy különleges játékkal fogok játszani, és az a fehér képernyő hamarosan szörnyű kínokká fog átváltozni. De még mielőtt ez megtörténne, üdvözlöm a többieket is itt a köreimben. Név szerint Fejen 92, Lacsek és Dragon Rider. Üdvözlünk mindenkit! És sok szeretettel köszönöm mindenkit az agyhalálba. Szeretett meg az agyhalál, ez egy olyan érdekes paradoxon. Igen. Hát ez az. És hogy gondoltad, hogy följutogattad? Na mindegy. Ezért nem lesz kapós karács estére. Ez hogy járni fog egy pár pofor ezért. Hát nem is baj. Nekem néha elkél ezek miatt. Nos, hát akkor a játék, amit a mai napon elhoztam itt mindenkinek, ugyan a képen is látható, a Super Mario 3 Special nevű borzadály, ami Game Boy Color-ra jelent meg 2000-ben, és a kínai Yongyong cég, vagyis hát később aztán lehetett tudni, hogy Maconsoftnak hívják, most ezt nem tudom pontosan. Tehát lényegében ők a fejlesztője ennek a borzadálynak. Super Mario 3-at akarja elhozni ez a program. Hát a főcímképernyőn már előre látható a különbség, hogy Mario az egyik oldalon kimegy és a másik oldalon bejön. Ugye közönő viszonyban sincsen a NES vagy a Super Nintendo-s változatával. De hát ez a továbbiakban is itt meg fog jelenni. Na mindegy, nyomjuk akkor. A special fejlet ez annyira, de annyira randán van, csak hogy oda keszve, hanyagul. De másik betűtípus, hogy nem tudom. Itt is látszik, hogy nem is törekedtek arra igazából, hogy valami minőségi játékot rakjanak össze, hanem megfogták az eredeti Super Mario 3 főcímképernyőt, odahajították ezt a szerencsétlen special feliratot még rá, és nem tudom, egy ilyen nagyon-nagyon furcsa összképet sikerült így összerakniuk ezzel. Igen. Na hát akkor nyomj meg a startot, és akkor itt látszódik, hogy valamilyen szinten azért itt megpróbálták a Máriót megcsinálni. Több-kevesebb siker, ugyanis a térkép képernyő gyakorlatilag teljesen felesleges, ugyanis hát 5 pálya van a játékban, de ezeket te szabadon kiválaszthatod akár elejéről is, tehát az elején is. Tehát nincsen az, hogy pályasorrend, hogy merre kell haladni, meg hát ugye az maga az elrendezés is egyáltalán az első világnak tűnik, de hát ez előfordul, úgyhogy kezdjük is az... a Hammer Brother mit is sétálgatod, tehát ő hozzá nem fogsz eljutni. Nem, tehát az a másik. Szóval próbáltak valami animációt belehozni több-kevesebb sikerrel, úgyhogy ja, tehát az ott még telni járkálni fog, de úgy semmi. Ha kezdjük akkor az első pályát, és akkor majd itt mondani fogom tovább, hogy mi van. Szóval akkor az első pálya következik ebben remek játékból, és közben köszöntöm akkor itt Gábort, aki betévedt az adásra. Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Nyilván, és így vagy nyomon követi a játékot, vagy nem, ez majd így rajta majd így elválik. Na, de én most hogy megvagyunk az első 3 másodpercet, és Sikító Görcse kifut a szobában. Mi ez a Mario hack most? Hát gyakorlatilag... Ez nem hack, hanem ez egy valós játék, amit kiadtak Game Boy Color-ra. Super Mario 3 Special néven, és az egy Yongyong, illetve Maconsoft nevű cég kreálmánya. És közel is haltam. Egyébként ezzel jut eszembe, volt egy ilyen Mario utánzat régen, ilyen sárga kazettás Nintendo. Igen, hát igen. Ez az... a Super Mario Sorb, vagy valami ilyesmi volt a neve. Valahogy én mindig arra asszociálok, nem rossz, hanem Sorb. Érdekes, Sanyi. Így próbáljátok meg beferelni a céget. Ja. Nem rossz, hanem Sorb. Igen, elgondolták, hogy nem ugyanaz a játék. Hát... akkor magyarra fordítva, ezért a szarért pénzt kérlek. Igen. És akkor közben, hát nem tudom mennyire látszod ott egy ilyen villogó paragumba, ugyanis a játékkészítők annyira hanyagok voltak, hogy a paragumba az ilyen glitches bugos.
De minden alkalommal, tehát én egyszer sem találkoztam, hogy a játékban olyan paragumba valami effektív normálisan működött volna. Tehát csak ilyen fos. Az irányítás az egy fosgerezd, tehát itt nem lehet a videón keresztül áttérezni azt, hogy mennyire rossz az irányítás. Nagyon szörnyű, tehát erre nincsen jobb szó, nagyon-nagyon szörnyű. Na most csak a PC-s, vagy egyébként a Nintendo-s is, hogy ezt így... Na ugye emulátoron azért tudjuk, hogy billentyűzettel azért neki el az ember időnként ennek annak. Hát ezt azért a többi Super Mario-s játékhoz képest nem lehet összehasonlítani, mert ez egyszerűen egy trágyagánya. Ha már ilyen sárga kazettás Nintendo-t én itt szóba hoztam, akkor szóba hozom azt is, hogy lássam. 2000 körül, vagy mikor vettük, volt még a mi környékünkön egy ilyen bolha piac, már azóta felszámoltak, mert voltak ott disznóságok vastagon, na mindegy, ne menjünk most ebbe bele. Hát, kicsit hasonló jellegű volt, mint a négy tigris. És ott vettünk olyan sárga olyan Nintendo tánzatot, aminek érted, rendesen úgy nézett ki, mint egy laptop. Tehát bele volt építve a kis kijelző, meg billentyűzete volt, meg ilyenek. Komolyan úgy nézett ki. Nekem csak olyat sikerült kihalászni, aminek ekte Sega Genesis alakja volt. Kinézete volt, legalábbis a... Aztán annak már is az újabb változata, az újabb kinézetű Sega Genesis-nek a váza volt gyakorlatilag ráhúzva egy NES chipre. Aztán meg egy rokonom nagyon ügyes semizé belentett kakaót. Nem sokáig tudtam élvezni. Nem, mint nekem a teja izé lett a pontban, mert olyan szép pőzi balesetek van. Nekem is volt egy sárga kazettás Nintendom, az gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy Commodore 64, vagy egy Atari. Itt, ha már ilyen, és mire már, ha már annyira szóba hoztam, ennyire boncolgatom, most úgyis szünet van, hamarosan kezdődik a harmadik negyed, addig én el tudok pofázni, hogy ezeknek a tényleg 2000 körül még voltak ilyen Nintendók, vagy ez csak valami tényleg annyira utánzati dolog, hogy már a Nintendo kivonulás, tehát ezeknek a Nintendo konzol kivonulása után jelent meg. Ez az egész Mario-val. Ez jó kérdés igazából. Tehát ezt így nem tudom én. Ugye, ha úgy nézzük, akkor tehát már réges-rég az N64 volt piacon. Ja, hát ez mind legújabb 98... gondolat a Nintendo-nál. 96 óta volt ugye már. Ja, 96. Nintendo 64. Igen, mert ez 2000-ben volt, mert emlékszem, pont 6 éves voltam, amikor vettük. De az már egyébként nagyon-nagyon régóta volt ilyen, mert például hát nem úgy nekünk volt, bátyámnak volt egy ilyen Nintendo-ja, és az egy ilyen, azt hiszem, 94 körül volt. Úgyhogy már nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza. De hát emlékszem, hogy még ilyen 2000-es évek közepén is láttam így piacokon például, még mindig lehetett venni gépet is, kazettát is hozzá. Hát én például pont, hogy piacról vettem a kazettákat. A legtöbb esetben én is. Mert önmagában ezt a gépet, ami amúgy azért érdekes, mert nekem egy ilyen billentyűzet volt a gép, és arra lehetett a nyomatni a kazettát. Meg ugye meg volt hozzá két ilyen PS1-es joystick, meg egy pisztoly. Úgyhogy például az alap kártyában benne volt a Duck Hunt. Csak egy pillanatra megzavarlak. Befejeztem a játpályát és lefagyott. Kikrasselt a ROM. Remek! Ez gyönyör! Töltjük be újra. Gyönyör. Közben meg a kobol állat egy ilyen... Hirtelen akartam mondani, mivel... Ami a... Megvejjel itt kosarazik. A második pályát is betöltödött, és nagyon hasonló zene, mint ami az eredeti játékban megszólal, de hát ez ugye nem ehhez a témához illik. Tehát nem ehhez a... ...öfletik témához. Paragumba, cikázott a pályán. Igen, ez a paragumba, ami hát... olyan rosszul lett megcsinálva, hogy ilyen glitches. Aha.
Lord. Aranyos, mi? Baszki. Jó. És közben itt van a Raccoon Mario-hoz a szükséges levél. Az igen, milyen szép, az nagyon szép volt ott a kupának a páncélját, ott egy kicsikét párszor. Azt jól lenne elkapni, mert akkor tudnál repülni. Nehogy azt hitt, hogy ebben van ilyen. Ez most hogyan vesztettem el az én power-up-omat? De ne... Ez... Ügyesen, kérlek. De hát ez... Tudod, hogy a játék az igazából itt... Tehát nem azt csinálja, amit eddig tesznek, hanem ugye saját útját járja időnként. És gomba felfele kezd el menni, hát ilyen nincsen. Miért amikor meglököd balról a... teknős páncélt, és ugye akkor értelemszerűen jobbra kéne neki elkezdeni gurulni. Ez egy játék, szabályosan trollkodik! Ez mi? És ez egy játék. Hú, bele ne szaladj! Ez egy játék. Előfordul például tényleg ez, hogy hiába lököd meg balról jobbra a teknős páncélt, az ugyanúgy elindul a te irányodba. Nem tudom, magadra húztad volna gyakorlatilag. És itt vannak a paragumbák, ahogy éppen villognak. Ez tökéletes. Tehát ez nagyon szép. Most meg konfettivel öntik le a csávot. Ez én nagyon szép. Nem a kacsá nézők nem értik, miért mondom ezeket. Ez remek. Ezt a bugot. És közben van csillagom, ami annyit tesz, hogy Mario elkezd villogni, mint a hülye, de semmi hangeffekt. Foszforeszkál, mint a büdös élet. Csillagom. És hogyha rámész az ellenfélre, akkor megmurdel az ellenfél? Hát vagy megmurdel, vagy nem. Most jelen pillanatban meg is murdel, meg nem is. Tehát valamelyik igen, valamelyik nem. Tehát a gumba szépen, de a kópa nem. Na, akkor a második fel is készen van. Jaj, játék, Istenem. És most, és nem akadt ki a játék, és elmentette a játékállást. Tehát megjelent az oké felirat mindegyiknél. Na, ez legalább, ez egy pozitívum. Kéne, jó van akkor. Na, a harmadik pálya, ami... Hát gyak... Mit keres itt egy Hammer Bro? Harmadik pályán? Really? Na, inkább menekülünk, mert ez nem hal meg. Ez nem hal meg. Miért is halna meg? Ja, mert szar ez a játék, basz, azért nem. Az meg nem honnan jött le? Kaptam egy extra életet. És mondom, a legrosszabb az irányítás az egészben, és ez így a videón keresztül igen. Nem jön át. Sajnos tehát nem. Tehát ez tipikusan egy olyan játék, amit át kell élni gyakorlatilag, igen. Meg kell tapasztalni. Az a legnagyobb probléma egyébként, hogy nincs ebben a játékban, ugye mutatja, hogy milyen gombokat nyomok éppen. Hát az, mint Freddy D. Hanno, hogy... Felveszed így a kamerával a skimről, miket reagálsz ezekre a dolgokra. Igazából itt az lenne a legérdekesebb, hogyha nyilván, hogyha emulátoron játszod, akkor a kontrolleredet vagy a billentyűzetedet kéne még külön felvenni, hogy mennyit küzdködsz az irányítással. Ja, elmondani szépen, hogy még mire jó. Hát, az honnan esett le, könyörgöm, hát ilyen nincsen. Vagy filmezed a Gameboyodat. Jókör. LOL. Kurva. Mondom én, de szabályosan trollkodik ez a játék. Troll játék. Megint megmurdáltam. Acska Máriót nem akarsz nyomni? Hát, benyomnám, de még egyelőre nincs az a power-up meg. De egyébként sem... Ja. Gáború kérkett Máriára gondolt. Ja, hát figyelj. Megcsinálhatom, még abból is csináltok valamit majd valamikor, de... Ez inkább Rage Game, mint szarjáték, tehát... Igen, hát azért én nem azt a változatot akarom, tehát nem olyan módon akarok játszani a játékot, hogy mindenki játszik, mert az a számomra is Rage. Én a glitchelt változatával akarok, az nekem élmény. A glitchelt változata az élmény. Hát... Általában könnyebben jutsz a pálya végére, vagy nem. Vagy nem meghaltam. Jézusom, mi a picsa! Most nekem ott fel kell... És fel kell mennem a hangjegyekre komolyan? Nem. Húha, bajok lesznek. Mondjuk... Nem, mint a túlságosan meglepő lenne az információ, de nem pattognak.
Hát, igen, tehát az látszódik, hogy... Én komolyan mondom, hogy jobban meglepődtem volna akkor, hogyha azok rendesen működtek volna, ahogyan az eredeti játékban. Hát mondjuk akkor csak még nehezebb dolgom lenne. Mondjuk ennél az irányításnál basszus, tényleg. Tehát az a baj, nincsen ilyen indikátor, ami mutatja, hogy milyen gombokat nyomok, úgyhogy... Hát lehet, hogy... valamilyen úton, módon majd így közre fog, tehát így mutatni fogom, hogy mit nyomok éppen és hogyan, nem tudom, hogy hogyan, mikor. Tehát, mint a filmekhez szoktak, ugye az eredeti hangon lejátszott filmekhez csinálnak magyar feliratot, te meg majd ezt fogsz csinálni ilyen billentyű feliratot, hogy mikor mit nyomtál éppen. Te ez a megint honnan jön? Szegény kúpák, én nem őket akarom agyon verni, mert ők nem tehetnek róla, hogy itt vannak. Hanem azokat a hülye jongjongosokat verném nagyon egyszer. A kúpák csak védik Bowsert, aki nincs is ebben a játékban. Sőt, még Peach sincsen ebbe. Luigi sincs ebbe. Toad sincs ebbe. Peach. Semmi nincs ebben a játékban, ami olyan. Tehát egy ilyet én összetudnék dobni a Multimedia Fusionben talán egy-két óra alatt. Sőt, még lehet, hogy sokat is mondok ezzel. Na akkor jövő héten majd ezt fogod felvenni, ahogy csinálsz egy Mario játékot. Oké. Okay. Na. Tessék. Oké, okay, úgyis tizedik adás lesz, valami különlegességet kell. A levegővel meghalok, amikor leütöm. Te jó ég. Uari. Lüp, oké. Okay. Elkezdődött a harmadik negyed. A hangeffektek is borzasztóak. Ja. Plüp. Nálam is egyébként, mert egyszerűen rosszul vagyok tőle, hogyha meghallom. De én már valahol le van némítva, tehát... Ja, nem tudom, ez a játék számomra felér egy ilyen audiovizuális méreggel. Ez a játék, te jó Isten. És komolyan mondom, hogy inkább szívesebben el... piszmogok a Bubsy 3D-vel, mint ezzel. Az egy fantasztikum, az egy kalapszar. Annál nagyobb szart szerintem még sosem bacott a világ. Hát de ez az. Ezt a játékot megcsináltak. Ez az. Tehát a Bubsy egy pár évig birtokolt a legszarabb játék címet, aztán jött ez. Szerintem ez jó rosszul. Nem licenszelt, ugye ilyen igen. Kínai kalózjáték, tehát az ebből a szempontból hivatalos játékok terén azért mindig a Bubsy viszi a pálmát szerintem, mert az tényleg hivatalos játékként adták ki. Azon igazából ez a meglepő. Ez meg kínai kalóz. Ja. Sajnos nem a jobbik. Ezen a szaron kell hajtával. Itt fent menni. Na. Jaj, legyen már vége a pályának, könyörgöm. Megint a hülye paragumba itt vibrál, bazd meg. Jaj, teknős. Igen, ki kell írni a videó elejére, hogy epilepszia veszély a paragumba miatt. Hát, körülbelül. Ha valaki meglátja, és szegény hajlamos rá, akkor előidézheti velem a tüneteket sajnos. Ja. Mondjuk ezt nem csodálom, igen, tehát ez tényleg de most egy kicsikét több időt ráfordítottak volna, jobban átnézték volna a játékot, akkor nem lennének benne ezek az ordas hibák, vagy nem tudom, vagy ennyire amatőrök voltak a programozók, akik ezt így megalkották. Engedelmetekkel szerint... én itt safe state-elnék, mert én nem akarom ezt a szart még egyszer megcsinálni. Csak nyugodtan. Van az a liga, ahol ez már megengedett. Szerintem itt csalni is lehet szerintem ilyen szarjátékokat, tehát én már összes, ez is így én már bevetettem volna a Game Genie-t, úgyhogy nem tudom mire vársz. Én csak safe state-et használok, de egyelőre még nem kellett használnom.
Na, takarodja, takarodja. Miket idézőjel és, és itt a pálya vége, és nem kellett használnom, király. Na, a harmadik pálya is készen van, és most jön egy kulisszatitok. Én ebből külön akartam még a másik csatornára csinálni videót, és gyakorlatilag eddig jutottam el. Tehát a negyedik pályát én csomószor megpróbáltam megcsinálni, és még egyszer nem jött össze. Persze úgy, hogy a egy elsőre. Hát ott vár egy kellemetlen meglepetés a végén. Igen, tudom. Tudom, igen. De ennek tudatában is igyekszem megtenni a maximumot, és közben kaptam egy extra életet, tehát megvett a 100 pénzért, mert kész csoda, hogy egy ilyen beleraktak. Tehát ezen komolyan meglepődtem. Valamit nem gúrtak el. Úgy tűnik, ja. És közben meghaltam, úgyhogy szar vagyok. Egy... Azon is át. Megint a paragomba ott izé vibrál nekem, és most már Raccoon Mario vagy Tanuki Mario ismételten itt van, vagyis hát inkább az a Raccoon még. De rossz az a... Jés, berakták a izét, hogy a farok az izé lassítja a gravitációt, hogy lassítja a zuhanást. Ha jól tudom, akkor egy picit igen, tehát a, igen, nem is igazából zuhansz, most... hanem siklasz a levegőben. Igen, és úgy érzem, hogy a Scar volt felszerű, mert innentől még nehezebb játszani ezzel. De komolyan, komolyan nagyon nehéz. Ez hihetetlenül szar így most. Az egész játék hihetetlenül szar. Fú, de ez milyen rossz így. Kurva szar játék. Vagy Freddy D. mondaná. Ja. Ez egy szar játék. De mondjuk én azért... Mondjuk a... Nem... A Sunny Subway 2D volt az, amikor én ezt... Ja, igen, Zsga. Szintén ez egy szar játék. Fájdalmas, hogy bele sóhajtott. Én mind a két Stalin Subway-t megcsináltam, és az egy érdekes sorozat, mert az első része szerintem jobban sikerült, mint a második. Tehát ahelyett, hogy fejlődést mutattak volna, ahelyett ez igazából visszafejlődés volt. Hát ez nem az egyetlen egyébként, ami a kintja. De várj, ugyanaz a cég csinálta meg a izét? Természetesen. LOL. Érdekes, a Buka, ugye azt hiszem, ez a nevük. Na itt is... Ők voltak, akik csinálták. Egyébként azt nézem, hogy itt is ugyanaz megvan, mint a NES-ben, tehát ez a limitáció, hogy egyszerre csak egy power-up lehet a képernyőn, mert különben a másik eltűnik. Tehát kiütöttem a csillagot, aztán utána a levelet, és aztán ugye a csillag eltűnt. Mint hogyha mind a kettőnek annyira hihetetlen nagy hasznát vennél ebben a szutyogban. Tudom, igen. Gondoltam, megjegyzi, hogy a játék próbálna segíteni, de ez is glitches. Bukos, mint a szar! Az. Tehát mondjuk itt ebben a játékban nem ért akkora veszteség most, mint az eredeti Mario-ban. Igen, tehát az eredetiben sokkal többet érnek ezek a power-up-ok. Tehát itt ez egy kalap kaki. Oké, okay, ez nagyon szép volt, és közben kaptam egy extra életet. Így is van, így is lesz így 7. Úgy. És akkor... Ó, hogy itt... Ott fent kellene tovább mennem a... Ó, ott hogyan? Ja, így ugorjak fel. Felugrok a hang... De ott mibe akadtam? A semmibe beleakadok. Úristen, de irányíthatatlan, nem nyomok semmit és megy jobbra. Nagyon rossz. És megyek jobbra és meg akar állni, vagy hát én nem is tudom, tehát... Úristen. Na, és akkor most ajánlom, hogy legyen vége a pályának. Ne vár, mikor lesz vége?
Soha kínoznak izélet, miért tovább tartsom szemben, és biztos. Követelem, hogy legyen még ennek a pályának. Felháborító, követelem, hogy azonnal legyen vége ennek a pályának. Atakvér fog fajni. Patakvér. Patakvér, vérpatak. Vér, ja. Hogy tudja, Józsi bácsi mondta annak idén. Igen, végre, köszönöm Józsi bácsi, itt a vége a pályának. Csak hát ugye, sajnálatos módon, hogy fejed mondta, itt a játék bugos, ugyanis egy levél jön ki a gomba helyett, amit fel kellene venni, úgyhogy ezt a pályát nem lehet befejezni. Föl lehet venni igazából, csak... Igen, de hát ezzel nem triggereli a játék a pálya végét. Úgyhogy ilyenkor csak egyetlen egy dolgot lehet csinálni, resetelni. Tehát gyakorlatilag egy húzam van, nem is lehet az öt pályát teljesíteni. Igen. Úgyhogy... Jöjjön az ötödik pálya, ami pedig egy kastélyban, hát hogy egy kastélyban van. Milyen? És annak nagyon szar a zenéje. Isten, igen, ez... mennyire szar a zenéje annak. Igen, úgyhogy direkt hallgathatják is a nézők direkt ez, hogy... Tegény nézők, én már sajnálom. Direkt kínzod őket, igen. Ez lesz majd az a videó, amit... Ha valaha majd újra fogok majd nézni. Ugye majd szereplek benne, tehát minek kéne megnézni. Magsz majd így belenézhetni, mi lett az eredmény. Akkor azt némán fogom tenni, tehát le fogom némítani a videót, hogy ne halljam a játék zenéjét. Hogy valahogyan kiszedjük belőle a zenét, és ilyen mindenféle ilyen tusztus zene még majd alatta. És erről... Ez vagy valami háztáji zene, amire majd lehet inni hát, és vonyítozni. Ja. Young Games! Majd akkor benyomjuk ezt a szegeset, hogy Game Over, yeah! Ez egy egypontban küldesznek a 45 000 forintot, majd rázom a csupaszpicsam. Jaj. Őt ne hozzuk ide, kérlek. Ragadt faszti, ne. Az még a, így az agyhalálnál is nagyobb katasztrófa, de hagyjuk ezt. Tehát mondjuk amilyen ennek a játéknak a zenéje, mert most direkt felkapcsoltam, az szerintem illik is szegről végről most. Kiestem a pályáról. Hát, gratulálok. Végül is, igen, szerintem. Na, a fejen itt az új, itt az újabb kiglitchelés. Szerintem több is van a játékban, csak nem tudom róla mondom. Én a hármas pályán estem ki. Jézusom, ezt a szart. Achievement állag, kiestem a pályáról. Ja. Igen, ezt a játékot adják már ki Xboxra, vagy nem tudom, Steam-en, és akkor... Kifogják. Tíz aranyat kapsz mondjuk ezért az Xboxon. Vagy mi a túró az, kapsz egy achievementért. Mert egy G-t vagy mi a francos. G-font? G-font. Nem G, hanem G-től. A G, ja. G, mint G-ben. Én azt hittem, hogy gold a G-nek a rövidítés és egy aranyat kapsz. Mindegy, ilyen aranytal lehet, hogy valami. Azt nem tudom, mert úgy jön G-pontok. Jajó, hát látszik, hogy mennyire vagyok az, ott van egy az Xboxban. Na, aranyat én sem nézek ki. Ez egy nehéz szakasz. Igen, én ezért gondoltam egyébként azt mondom, hogy hát az általában ugye a játékokban az aranyat szokta így jelenteni, vagy jelenteni, nem? Vagy pontok, G-ben fasztin. Nem értem, minek szedem fel az aranyakat. Valami Kire... Steamről szóló játék lenne. És meg ingombát szóval kaptam. Érdekes módon érdekes. Ott legalább kapsz valamit, azért, hogyha egy teljesítményt elérsz, ellenben viszont a Steam nem. Nem, mert a Steam gyökér. Gében meg én egyszer egy ilyen végigjátszást csinálni, egy ilyen játékot csinálni, olyan Mario Steam mód, vagy valami ilyesmit, ami arról szól, hogy gében hogy szedi meg magát a játékosok leszarásával. Egyébként vannak ilyen, hát mondjuk ott nem játék, hanem modok, tehát a Left 4 Deadhez, meg Gerizmothoz ilyen gében-es, meg Steam-es, nem tudom, ilyen elemek. Most összintén, kinek, miért kéne ide felmenni? Ja, hogy itt vannak ilyen extra cuccok. Az egyikben volt valami, a másik meg tök üres volt. De itt fel lehet menni a pálya... Itt fel lehet menni a pálya tetejére. De rossz. Csak olyan fos az irányítás. Itt ki lehet jönni a pálya tetejére. Igen, hogy nem is akarsz fölmenni.
Istenem. Közben a játékzene meg közben így meghűlt egy pillanatra, mert 5-6 másodpercig ilyen csak ilyen bőő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 ő
az így azt gondolta, hogy nem működik. Jó, ez is megvan, közelítünk a... Igen, mindjárt véget ér. Szerencsére. Így még nem vártam a DM feliratot komolyan. Na még ezt a szakadékot át kellene ugrani normálisan. Aztán meg ezt a szakadékot, úgyhogy ne verjem be a fejemet, mert akkor vége. Úgy, hát ez nagyon pixelpontos. Nem kellett kiszámítani. Jó, és például pixelálni. Kapok csillagot, legalább a podubuk nem fognak megsérteni. Ja. Lehozom neked a csillagot. Ja. A nézd meg el, csillag moré. Csillag. Nem lesz csillag estére. És akkor hát nem győző, nem csillag, nem kaptál csillagot, hanem más, és akkor... Jaj, de egy kígyó! Csillag. Nagyon kígyó! Nagyon csillag. Úristen, milyen platformozást kell itt megcsinálni. És itt a pálya vége is ilyen gyönyörű, fossárga színű háttérrel fejeződik be az utolsó pálya. És készen is van. The end! Úgyhogy... Kész a játék. Fölírhatsz egy újabb játékot a listádra, amit megcsináltál 2017-ben. Igen. Úgyhogy ennyi ez a játék. Látszik, hogy nem egy hosszú. Nem tudom. De szörnyű. Viszont. Így mondja, így, aki még nem látta ezt a játékot, akkor mondja már el a véleményét. Tarfos, húgy! Ez szarec fos, ez húgy, ez gyert, sztréhez, ott van, ez szállalmas, ez busztustán, ez hányinger, ez mi? Ja. Én osztom a véleményemet velük, úgyhogy én ennyi. Jó van. Ez egy percet nem fogok, nem leszek hajlandó játszani. Látod, Dávid, most mit tettél? Három podcastes kollégát itt most gyakorlatilag megmérgeztél. Mert engem nem sikerült, mert én sajnos már ismertem ezt a förmedvényt. Háj, te kis immun is. Úgyhogy igen, hát ez olyan, mint a márány himlő nekem egyébként már, hogy az ember egyszer elkapja, akkor szarul van tőle, onnantól kezdve pedig már soha többet. Hát, igen. Hát egyszer be fogom jelenteni basszus szomszédoknak, hogy haggoskodni fogunk elkerülhetetlen, de igyekszünk minimalizálni a zajt, aztán majd fogok ebből lehet valami ilyen kettmáriós, hogy mi a faszomba lehetett csinálni egy ilyen rage game-et. Okay. Ha magamat ismerem, én úgy fogok ordítozni nagyjából, mint az egyik ismert videós társadalatból az egyik elem, egyik tag. És akkor így a... Így közben így egy extra zárásként rapidon megérkezett a videó legvégére. LOL! Extra zárás. Időzítésből jeles. Ja. Úgyhogy akkor ez volt a 9. része ennek a szörnyű sorozatnak, a 10. az valami meglepő lesz, még én sem tudom, mert olyan hatalmas lesz. Lehet, hogy a Máriós játékot olyan, fogom csinálni. Ja. Beszélni se tudod, vagy behódolok Máliónak, vagy nem tudom, úgyhogy majd kiderül. Sziasztok! Háborúban. Akkor szóval kívánok! Jó! Sokkolom!